Szerintek mik azok a ruhadarabok, amiket semmiképp sem kellene felvenni ezen a nyáron? Ezen a nyáron ruhadarabok? Kabát leginkább. Sokaknak napi fejtörést okozhat, hogy mit vegyenek fel a reggel. Ebben a videóban nekik szeretnénk segíteni, hogy mik azok a ruhadarabok, amit mindenképp hagyjanak a szekrényben. Szerintetek mik azok a ruhadarabok, amiket így semmiképp sem kéne valakinek felvenni ezen a nyáron? Hát ez egy jó kérdés. Miért? Szerintem pont, hogy a hosszúgatják. Mert jó deszkezás volt, azért jó, mert nem b***a szét a lábunkat, de amúgy b***a meleg van hozzá. Cipő. Így amlok? Hát egyébként, ami ilyen meleg van, meg tudom érteni. Papucs underrated. I think. Fake clothes. Mondjuk én a papucsokat nem szeretem, amik ilyen cipőnek vannak használva. Actual. Cipőre. Tehát, hogy utcára veszel fel azért, hogy nem csak kirohanok a postáért. Azok az ilyen másféle színű gatyák, hogy egyik mondjuk rózsaszín és a másik zöld. Tehát az ilyen... lábai, gondolom. Ma látunk egy csizmás hölgyet, meg akarom tőle kérdezni, hogy mégis miért. De ezen kívül asszor mindenki, amit akar. Egy csíkos kék fehér inget biztos, hogy... Hát az már kiment a divatból 10 éve. Az ilyen tech fleece, meg az ilyen skinny nadrágok, így ilyen... Meg így az ilyen eddig érő rövid szárú farmerek, az úgy nem. A skinny nadrágok. Senki ne vegyen föl skinny nadrágokat. Egyetértek amúgy. I don't like skinny jeans at all. I like baggies. Így, hogy megkérdeztük az embereket, egészen nagy ilyen gyűlölet hadjárat indult a skinny jeans ellen és a jortsok irányába. Ti erről mit gondoltok? Hát a skinny jeansrel nagyon egyetértek, az borzalmas. Főleg, hogyha szakadt, az arra nem lehet nézni. És mi volt még a... Hát ugye a jortsok meg épp ellenkezőleg, szóval azok meg mindenki pozitívan várja. Jó, nekem az van egy oversize jortom, kb. Eddig ér, és hogyha így rendesen, eddig. És hogyha így rendesen így kitárnánk, akkor körülbelül így eddig érne, szóval nem, egyébként nagyon nem szeretem. Szintek vannak most ilyen kötelező darabok, amik így nagyot fognak menni nyáron? Hát most ez a leopárd minta, meg párduc minta, ez most nagyot megy szerintem, az jól néz ki a lányokon, az szerintem jól áll nekik. A fiúknak... Ez ilyen alap, nem tudom, ilyen világosabb színek, azok mindig jók. You should wear some classy like that. Chill, just stylish. Papucsok. Ja, ennek ellenére papucsok, értem. Hát szerintem ezek a rövid baggy farmerek. Baggy, az ilyen budgyasabb dolgok, meg az ilyen, hát nem tudom, így, Pesten sokkal több alter embert látok, mint ilyen. Nem tudom, ilyen normális ruházatú, tehát hogy ilyen sima fej. Sokkal több a fekete ruházatú. Ezek az ilyen topok, a pán nélküliek. Szerintem rövid nadrág is. Trikó mindenképpen. Is, igen, a fürdő nadrág is szerintem. Nyári ing az még mindig nagyot megy szerintem. Mondjuk szerintem egy kicsit túlzásba viszik ezeket a mintákat rá. A szimplább a jobb. Fegyem mindenki jortokat. Mondjuk nekem pont egy kicsit koszos most, de szerintem... Szerintem azok kellenek. Divatban az ingpóló most is, szóval az ingek, kényelmes is, praktikus is, már nem sűz bele. Ilyen mezek. Ja, a fiúknak ilyen mezek, olyan focista mezek. És az jó? Az jó, az nagyon izé, főleg, hogy tud bellingmenes, akkor jó. You have good outfit, so... Oh, thank you. Maybe I would switch the shoes, like, for some more expensive. Most nem ilyen stresszesen, csak így felvenném azt a felsőt. Igen. Mennyit foglalkoztok így általában azzal, hogy mit vegyetek föl, vagy így az öltözködéssel, unblock? Nem, van majd 4 ruhám most a nyárra, szóval igazából nagyon válogatni nem tudok még. Sokan próbálkozok. Egy percet körülbelül, szóval milyen alapszíneket nem nehéz összeválogatni. Egyre megfontoltabb vagyok azért, próbálok odafigyelni, meg próbálom bővíteni, de inkább az ilyen szimplákkal töltet. Mondjuk veszek egy kék farmert, rövid nadrágba, és akkor különböző színű pólók hozzá. Hasonló tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra, és nem magasátok a nyugatot. Sziasztok!